Miközben a brit kormány otthonteremtéssel számolná fel a hajléktalanságot, a magyar kormány törvényben bünteti az utcán élő embereket, ez ellen több mint 1000-en tüntettek vasárnap. Az október 15-én hatályba lépett jogszabály szerint ezentúl a rendőrök intézkedhetnek a hajléktalanokkal szemben. Először csak figyelmeztetik és felszólítják, hogy menjenek hajléktalan szállókra, később elzárással is büntethetnek. Az eljárással kapcsolatosan azonban még sok kérdés nem tisztázott. Mai napig sem lehet tudni, hogy például mi lesz ezeknek az embereknek az állataival, kutyáival, illetve nem lehet azt sem tudni, hogyha valahol bizonyítottan nincsen férőhely, akkor mégis hova távozásra tudják felszólítani a rendőrök. És nem csak a férőhelyek korlátozott számáról van szó, amikor el kell helyezni az utcán élő hajléktalanokat. Van egy csomó olyan ember, akinek addiktológiai, mentális vagy pszichiátriai betegsége van, és vagy ilyen problémákkal küzd, és ő nekik a jelenlegi ellátórendszer nem biztos, hogy megfelelő elhelyezést tud biztosítani, hiszen nincsenek rá megfelelő szakemberek. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára szerint a hajléktalanok közterület használatát korlátozó jogszabállyal megelőzhető, hogy a hajléktalanok télen kihűljenek közterületen vagy erdőben. A hajléktalanokkal foglalkozó civil szervezetek szkeptikusak a jogszabály módosítás eredményességével kapcsolatban, mert az ellátórendszer nincs felkészülve a változásokra. A hatósági intézkedések miatt valószínűleg kevésbé lesznek láthatóak a hajléktalanok, de a problémát ez még nem oldja meg. Bozsik Dániel, Euronews, Budapest.